Az országgyűlésben vezérszónokként érvelhetett F. Kovács Sándor, a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő és a Magyar Falu programot érintő jogszabályváltozások mellett. Beszélgetésünket kezdjük először a parlamenttel, hiszen összeült a parlament, elkezdődött az őszi ülésszak, és rögtön első napon volt az egyik témának a vezérszónoka. Beszéljünk egy picit erről, mi volt ez a felszólalás? Igazából nem is az első nap, hanem a második nap kedden, hiszen az első nap a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával és az azokra adott reakciókkal kezdődött. A második nap az már egy rendes munkanap volt a parlamentben is. Egy olyan törvényhez szóltam hozzá, én voltam a gazdasági bizottságnak a vezérszónoka, amely több témától elállt. Egyik az egyetemek vagyonjuttatása, hiszen az egyetemeket át kell szervezni, hogy a 21. században még hatékonyabbak legyenek, még jobb oktatást tudjanak nyújtani, és előrébb tudjanak lépni a nemzetközi ranglétrán. Hiszen minden országnak az a legfontosabb, hogy kiművelt emberfők alkossák a lakosságot, és az egyetemek színvonalát, hogy fel tudjunk zárkózni a világ gazdagabb és fejlettebb feléhez, akkor át kell szervezni. Nagyon nagy tőkejuttatás került az egyetemekhez, nagyon nagy források, csak ezeket a forrásokat tudni kell fogadni is, hogy hatékonyan legyenek felhasználva, és ez a törvény ezt célozza meg, hogy a nagy tőkejuttatást, a nagy állami segítséget, amit az egyetemek kapnak, felkészülten tudják fogadni, és minél hatékonyabban tudják felhasználni az oktatásra. Ez volt a törvény egyik része. A másik része pedig foglalkozott a Magyar Falu programmal. Hiszen a Magyar Falu program egy nagyon sikeres program lesz, hiszen a kistelepüléseken, a vidéki kistelepüléseken nagyon sok fejlesztés történt. Infrastruktúrális fejlesztés, óvodák, iskolák, középületek megújítása. De volt egy olyan probléma, hogy van a Magyar Falu programban egy olyan lehetőség, hogy 2000 fő vagy annál kisebb településeken boltnyitás vagy a boltok, a vegyes boltok támogatására lehet pályázni. De vannak kizáró okok, amikor akár a település vezetője vagy hozzátartozója üzemelteti a kisboltot, és nem tud pályázni, és elesik a település az egyetlen kisbolt pályázattól. Tehát nem nyílhat kisbolt, vagy nem lehet fejleszteni. Ez a törvényjavaslatban ez meg lesz oldva, és így elhárul a lehetősége, hogy a legkisebb településeken is legyen akár egy vásárlási lehetőség, akár egy kicsi élelmiszerbolt, egy kicsi vegyesbolt, ami a lakosságot ki tudja szolgálni. Ez volt a második nap, és hát én voltam a vezérszónok, a következő nap pedig már bizottságülések voltak, és tovább tárgyaltuk a további törvénymódosításokat, a további javaslatokat. Itt akkor térjünk egy picit vissza a Magyar Falu programra, hiszen a körzetünkben nagyon sokan tudtak pályázni, és az elmúlt időszakban láthattuk, hogy ezek a beruházások jó része meg is valósult, és ahogy itt mondta, akkor Berekföldön lehet, hogy ebben tud pályázni majd esetleg az üzleteknél is, hiszen egy kis település, igen, vagy esetleg Bánhalm, amit érinthet ez az, igen, új módosítás. Csak hogyha Berekföldőnél tartunk, az előző Magyar Falu programban Berekföldő kerékpárút fejlesztésre pályázott, ami meg is fog valósulni, tehát a település belterületén lévő kerékpárút ebből a Magyar Falu programból fog megvalósulni. De nagyon sok településen akár orvosi szolgálati lakás, orvosi eszközök vásárlása, temetők rendbetartása, óvodák, iskolák felújítása. Pont tegnap voltam Tisza Derzsen, ahol az óvoda felújítás részben a Magyar Falu programból valósult meg. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a kistelepüléseknek legyen lakosság megtartó képessége, hogy a kistelepülésen élni is olyan legyen, mint egy nagy településen, ne legyen rosszabb minőségű, ha valaki falun él, vagy falun nő fel, tehát az iskolákat, óvodákat ugyanígy támogatni kell. Tehát egy falusi gyerek ne legyen hátrányba amiatt, hogy egy olyan településen született, ahol kevesen laknak.